Ha olcsó és megbízható helyről szeretnél zsetont vásárolni, válaszd az mmocs.com weboldalt és használd a Lehel kuponkódot 5% kedvezményért. Sziasztok srácok, itt is lennék egy újabb videóval, és a mai videóban a Journey befejező részéről lesz szó, és azt a részt fogjuk most kipróbálni, amit mindenki megtehet a demóból. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen ez a Journey befejező része, és úgymond ez a demo verziója. Ez most egy picit hangos, de... Ja, hogy itt most csak Alex Huntert választhatjuk. Majd fogok állítani a hangon, hát ez picit hangos lesz nekem. És most húzzák ki itt a BL dolgokat. Egymást ugratják, hogy a PSG. Nézzük. How's he doing? He's got the Williams International icon on his books. How do you think he's doing? Well, tell him I said hi. Sokkal jobbnak tűnik eddig. Sokkal jobbnak tűnik eddig a játék. Alex, there is a FIFA Say No to Racism event happening in Madrid this month, and you've been invited. All the top stars will be there. Neymar, De Bruyne, Ronaldo is a must. Next, you have to think about what charity you want to donate to. I'll set up an interview after training to make the announcement. Right. Oh. And then we seriously have to start thinking about your brand. Na, szóval az a lényeg, hogy most meghívtak minket egy ilyen Madridban egy ilyen, hát hogy is mondják, eventre, és ja, ott lesz Neymar, De Bruyne, Ronaldo. Ever since she met my dad, and no one knows me better. Be perfect. Valószínűleg most, hogy ez a csaj, ezzel, igazából szinte ezzel fejeztük be az előző journey-t. Úgyhogy valószínűleg most ő a menedzserünk. És itt végig sétálunk a játékosok mezái mellett. Tök jól néz ki, és a túlsó felén ott a Hunter. Ez nagyon komoly. ...29-es mez. Nagyon jól megvan csinálva. Most szerintem eddig sok tapasztalat még nem ért. Meg sok impulzus még nem kaptam a játéktól, de szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kivitelezés. Sokkal jobb, mint eddig bármelyik Journey eddig. Valahogy nem tudom, nagyon jól megvan csinálva. Come on. Na, ott is van az edző. Na, kell menni itt a... Gondolom ez a segédedző lehet. Vagy a pályaedző. Ó, és a nagy csapatban játszunk. Ott van már Modric, Marcelo, Kroos, Bale, Casemiro. Komoly. Nem mennyire jó. Na menj már! Hagyjál békén, ez nagyon jó! Ezt láttam erről egy ilyen kis videót. Ez sok esélyünk lesz elvenni tőlük. Na, már is van egy. Beszorul a Kroos mögé. Úgy is van. Nem tudom, mennyi pontot kell megszerezni, de szerintem nem sikerült. Nagyon nem sikerült ez. Ajaj. Hát de... nem már. Hát ez nem olyan könnyű. Na, az első pontokat meg is szereztük. Jó, megint egyet.
Mindegy, hagyjuk is ezt. Ennél több szerintem nincsen ebben. Na viszont most már szerintem tölt be a pályára és meccset fogunk játszani. Aha, igen, ez egy meccs lesz. És ez már itt a betöltő dolog. A kommentátornak a hangját lehúztam, de úgy néz ki, hogy ezek szerint ez nem működött. Kell azt mondja 10 passz, és 8,5-ös ratinget össze kell hozni. Na hát Benzema helyett játszunk, viszont ezt a tréner cuccot, ezt lehet, hogy ki kellene kapcsolni. Na, az jó lesz Hunternek, Hunter, Alex Hunter, és ott a gól! 1-0. Na, ez nagyon jó volt, és így már sokkal több lett így a, úgymond, hát nem is tudom, besorolásunk, a 8,2-nél vagyunk jelenleg, és még nem is voltak meg a passzaink, meg stb. Úgyhogy azokkal is majd tudjuk majd fennel tornázni ezt a, úgymond, ratingünket. Nagyon jó. Az jó passz lehetne Alex Hunternek, de nem megy utána, nem értem. Na mindegy, 8,6-nál vagyunk Alex Hunterrel. Ezt valahogy meg kellene tartani, vagy még egy picit javítani rajta. De már Matánál a labda, és ezt nagyon szépen meg tudjuk szerezni Marcelóval. Nagyon jó. Jó labda, és Asensióval már mehetünk is. Asensió, bepasszoljuk, és Alex Hunternek ez nagyon rossz labda. Alex Hunter, és felső léc. Hát ez nagyon jó próbálkozás volt, de szintén kimaradt. Jó, bum! Á, és beleakadt pont a védőben. Nagyon jól védekezik a Manchester United. Hát ez nem jön össze, de ezt még be tudjuk gyűjteni. Nagyon jó. Alex Hunter, ez a passz nagyon rossz volt. Ez is jó, és az jó indítás. Nagyon jó! Kipattan, ott a lövés. Úristen, milyen gól, de legalább 2-0-ra vezetünk. 2-0, és 9,5-ös. besorolásunk van, ami azért nem rossz. Gyerünk, Gareth Bale. Beadjuk Bale-el, azt be kell fejelni. És ott van a 3-0. Megadják a gólt? Megadták a gólt. Hát nem tudom egyszerűen, hogy miért nem váltott rögtön a számláló. Azért is nem akartam örülni, féltem, hogy lesen volt Asensio, de ezek szerint nem. Alex Hunterrel lőttünk 2 gólt, és most Asensio is bebólintott a hálóba. 9,6-os besorolása van Alex Hunternek, ami eléggé jó. Azt valahogy jó lenne visszaszerezni a labdát, mert nem tudom, hogy hány passznál járunk Alex Hunterrel. A gólokat meg a lövéseket azokat láthattuk, de kb. Ennyi. Az egy jó labda, és az egy jó indítás. Nagyszerű. Ezt be kell fejezni. Ott is van. 4-0. És 10-es ratingje van. Most Alex Hunternek, ami nagyon-nagyon jó. Az egy jó labda lehet. Azt le kell passzolni, úristen, mekkora mekkora sweaty befejezés, de hát ezt muszáj volt azt már oda ledobni. És 5-0-ra vezetünk, srácok, hát nem tudom, hogy tudtuk ennyi gólt lőni. Azt sem tudom egyébként, hogy milyen nehézségi szinten van, remélem nem amatőrre volt beállítva, mondjuk annál picivel erősebbnek tűnik az ellenfelünk, de 5-0 azért egy Manchester United ellen, ez is meg milyen passz, az eléggé komoly. Nagyon jó. Casemiro. Bale. Azt ledobjuk Hunternek. Hunter. És ott a gól. 6-0, srácok. És ennyi is volt a mérkőzés. Hát ezt nagyon könnyen megnyertük. 6-0. A végeredmény. Asensio kap egy labdát, hiszen ő is lőtt 3 gólt. Csak ugyanúgy, mint Alex Hunter. Valószínűleg Asensio lőtte az utolsó gólt. És akkor ezek szerint ezt odaadták nekik. Na, hát kaptunk egy csomó pozitív dolgot. Na nézzük, hogy a folytatásban mi fog történni. Most egy ilyen kis interjú következik. Szóval, milyen volt az első BL meccsünk? Honestly, it's everything I thought it would be, but more, you know? More passion, more intensity. Aha, még többet akarunk, még több jó dolgot. Na nézzük.
Europe's best playing against Europe's best. Everyone out there is capable of taking it to the next level. Mm-hmm. Hogy az európai top csapatok játszanak. Na hát, egy csak egy kérdést kaptunk, ez nem igazából nem is olyan hosszú rész. Ó, ilyen rövid volt? Na hát srácok, ez tényleg nagyon-nagyon rövid volt. Úgyhogy, ja. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen rövid lesz, gondoltam, hogy picivel hosszabb részt fogunk kapni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy ti is várjátok a Journey-t. Mert hát ez a kis része is nagyon-nagyon megfogott, és nagyon-nagyon várom azt, hogy végre a teljes játékkal tudjak játszani, ami már hát nem kell túl sokat várni erre. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, illetve ha nem vagytok feliratkozva, akkor azt is tegyétek meg. Legközelebb találkozunk, én Leo voltam, és sziasztok!